Nem hiszem el, hogy nem főztél. Nem hiszem el, hogy itt vagy fiatal asszony léted, azt nem teszel fel egy levest, mert nem főzöl. Mások nem egy nap nem főznek, hanem körülbelül egy évig nem főznek, és mégis jók. Hát hagyjam ezzel a hülyeséggel. Na, hagyjam ezzel a hülyeséggel. Na, induljunk meg valamerre. Na, gyerünk, valami nagy boltba menjünk, vasonhoz főzzünk. Én nem akarok főzni ma, na, nem érzem jól magam, egy kicsit fáradt vagyok, vagy nem tudom mi bajom van, vagyok, mindenki agyon van ütve, nem akarok főzni. Na, hogy nem akarsz ma főzni, csepp levest felteszel, akkor haladjunk ma, akkor menjünk étterembe. Akkor gyerünk étterembe. Na, gyerünk akkor. Cipőm ki van mosva? Ha mit tudom én, nézd meg. Na. Lehet, hogy ez a megszorítás éven állunk, de hogy nincs étel, ez szomorú. Azt, hogy ilyenkor ma frötyög a leves, ma a húsok ki vannak koffolva, az most meg semmi nem volt. Hát szomorú vagyok. Én nem tudom, hogy mi bajod van neked, de se kitakarítva, se megfőzve, öregszel. De sminkelni azt tudsz, hogy gyerünk ma, induljunk ma még, mert éhes vagyok. Ide figyelsz ma arra, ami? Na, szana szét van ez a ház. Tényleg majd el kell egy alapos takarítás. Nem foglalkozom mindennel, csak velem ne. Te vezetsz, vagy én, Bea? Majd én vezetem. Jaj, de piszkos ez a kocsi. Ez tiszta retek. Nem hiszem el, basszus, hogy tiszta retek ez a kocsi. Akkor vezessél ma, te. Fú, én olyan éhes vagyok, komolyan mondom. Fogyókúra ide, fogyókúra oda. Hogy vezessek én? Majd vezetek én, na. Na, gyerünk. Jaj! Fordulunk, hát most ezt kivettük, hogy most a temetőből. Hát én már előtte való nap elterveztem, hogy bemegyek hozzájuk, és csinálok náluk egy kis problémát, mert ők mindig kidobálnak engem, kiabálnak velem. Én elhatároztam, hogy át fogok menni, az jó is jött, hogy most elmennek. Bírom ezt valamivel kipiszkálni. Nem is nyúlunk hozzá, mert akkor izének. Nekem kesztyűm is. Mindjárt bemegyek én, tudom én, hogy mi van. Nem lesz itt probléma. Mindjárt megnézzük. Hát azért arcáztam magam, hogy ne ismerjenek meg a szomszédok, hogy azt mondják Győzinek, hogy én mentem be. Hát a kesztyűt meg azért ne hagyjak újra nyomatot. Én teljesen profi módon szoktam dolgozni. Azt a mindenit. Hú, szegény Beank. Egye fele. Na, van, meg lesz. Ez igen. Ezt azért kaptak tőlem, mert mindig kidobáltak engemet, mindig ordít velem a drága aranyos testvérem, pedig egy helyről jöttünk, egy helyen születtünk, mind a ketten,
neki nem kéne annyit kiabálni. Jobb otthon főztünk volna, megpucolgattam volna neked a répot. Rendes egész este azzal vertem volna. Főzz neked az öcsét krumpli levest. Lesz benne minden. Ha én nem szóltál neki, összedobja neked. Szóval mai nap úgy ébredtem, hogy nem lesz jó napom, úgy ébredtem. Úgy ébredtem. Akkor miért nem feküdtél tovább? Miért nem aludtál tovább? Ha olyankor, amikor úgy ébredek, hogy ó, még ez nem jó, akkor húnyom vissza a szemeimet. Te miért nem úgy vagy vele? Nem rossz ez a dió. Bea, a jókat elteszi magának, Bea. Hát igen. Bea. Ja, hadd keresse a cuccait, Bea. Hadd keresse a cuccait. Hogy hadd keresse. Megérdemlik, mert mennyit szívatnak engem. Megérdemlik. Na, a kést is lefagyasszuk nekik. Ugye. Nem értem azt, hogy azt nem értem, hogy hetek óta nem akarsz főzni. Neked mindig azt nem értem, akkor tizedes doktor minek műtött meg? Azért műtött akkor meg, hogy minek mentél szenvedni? Zsírt vettek le innen, onnan, innen fúrtak, faragtak téged. Minek? Aki annyit eszik, mint te, akkor az maradjon kövér. Akkor ez ne varja, hogy most én így akarom magam, meg olyan szép akarok lenni. Hát akkor az legyen kicsit pufi, az kész. Kövér ez te vagy? Ma ne haragudjon. Én kérek elnézést, én nem kövér vagyok. Nagy darab. Nem, jó húsban lévő... 40-es. Tetkarcsú 40-es. Az a... Ha hirdetnéd magad, akkor úgy hirdetnéd magad, hogy jó húsban lévő 40-es, aki... keresi az igazit. Nem elöldeszk a hátul létsz, hanem az a... kerek. Székeket is öldöztük nekik. Hát higgyék azt, hogy volt itt valami... bent a házban nekik. Megérdemlik különbe. Nem voltak velem igazságosak. Így azt vehetnek új lenyomatot is, amit akarnak. Alig akar kinyitódani. Na, kellett neked étterem. A karut étterembe megyünk. Te a lampát azt úgy hagytuk. Nem, én lekapcsoltam. De nézd ma! Mi van? Nézd ma, valaki fekszik ott. Valaki Úristen! Mikor beljebb haladtam a konyhába, és megláttam ott valakit feküdni, hát megmondom őszintén, lepergett az életem filmje. Mi ez? De ez ide mi van? Jaj, úristen, győzve, Zsolti! Zsolti, mit keresel itt? Hogy jöttél be? Ha be volt zárva, az... Van ma győző. Úristen! Ide gyere, én csak izé viccelni akartam, győző! Gyere ide, én nem, én csak viccelni akartam! Ide gyere, hogy jöttél be, haszta! Ide gyere, győző! Ide gyere, győző! Ide gyere, ide gyere, győző! Győző, én csak viccelni akartam! Szerintem elborult nála, vagy nem vette be a tablettáját, vagy nem vette be a gyógyszerét, elborult az agya. Ez olyan gyerekes, hogy kesztyűbe, alarcot húz magára. Tudod, én ezt farsankor csináltam. Minek kérdébe, ez minek van kifúrva ez a rizsai? Mi ez a rizsai? Meg akartam viccelni be, hogy mindig kidobott. Minek raktad ide ezt? Minek raktad ide ezt? Most hát hol jöttél? De nem, engedte, ezzel, hogy ezt kiszórtad, ugyanúgy ki foglak dobni. Ha most már hogy ez a pakot is be kell falazni, hogy minek írja bejönni. Minek nem a győző? Minek jöttél? Gyere ide, nézze a szemembe, ide nézze a szemembe. Minek jöttél be? Minek jöttél be? Kesszíve vagy, mint a bolondó? Azért jöttem be öltönbe. Lassan, hogy úriember van, hogy a rendőrökre szóljanak. Minek basztalta? Hogy jöttél be? Hogy jöttél be? Mit csináltam? Ablakon szétizítem a szúnyoghálót. Milyen szúnyoghálót? Most jöttetem a szúnyoghálót azt. Hát ti leütlek úgy, hogy beletözlesz. Minek jöttél be a házunkat? Jó, ha ma igen? Azt a mindenit, az igeni. Van szép út. Ez ma szép út. Ma ne ragudjam, azért most ilyen hülyeségig kell az embert megpofozni. Én úgy gyomortáikon húglak, megmondtam, hogy te nekem nem leszel okoz. Kesztyűbe vagy, mint a bolondó. Mind a hullaszállítók vagy kesztyűbe. Belekeveredtem ebbe a csatapatéba, ez nem szép dolog volt győzőt, hogy kiosztott egy nagy sallert. Megmondom őszintén, mi most is zúg a fejem. Csillagokot látok, ezt vissza fogja kapni előbb-utóbb. Ma ne haragudjam az minek jöttél be? Voltam a te házatokban, ma aztán ma a te házatokban, te szerencsétlen, te idióta! Még kell neked mindig ordítani? De nekem te ne gyere, ne gyere! Álljál le! Álljál le, te letepellek a földre!
Engem te nekem nem lesz elokos. Szóval neki adott egy sallert. Sallert, mi gyomorszalni súglak. Állj egyenesen, ne nézz a szemembe. Zsolti, én kiengedlek az ajtón. Nem kell, hogy ablakon menjék itt, gyere. Ha nem akarod, hogy a testvéred agyonverjen, akkor most... Ha már ráragudjam, az megteszek mindent. Nagyon komolyan megkérlek. Be akartam ilyen, minek jöttetek haza ilyen hamar? Minek jöttél haza ilyen hamar? Nekem te ne emelkezz a kesztyűdöt! Nekem te ne emelkezz a kesztyűdöt, te! Nekem ne emelkezz a kesztyűdbe, letepellek a fülükbe! Bárkod le! Te majom! Mit ordítasz velem, nekem jössz ne? Te mit ordítasz, te majom? Nem szégyeled magadot, bejössz másnak a házába? Te szerencsétlen idióta! Mit ordítasz? Mit ordítasz, mi nekem magad a kesztyűdöt, te tiszta bolond? Itt van a szőlőd is-e? Milyen szőlőd? Menj már magadnak a f***ba innen, menj már magadnak innen, te idióta majom-e! Bejössz másnak a házába? Hát ennek van pofája! Ennek van pofája, ennek a hülyének! Ne nézzél, te meg vegyél levegőt! A kesztyű! Nézzél, veri az ajtót, mennyi, mondd neki, leforrázom! A kesztyűmet add vissza! Nem adom vissza, takarodj el magadnak! Kesztyű kell neked! Nem szégyeled magadot, te! Nem szégyeled magadot! De mit ordítasz velem? Felnőtt ember képedre bemászolsz, kiöntöd a rizsát, ha normális vagy! Mit ordítotok velem? Tarkózik engem ez a hülye gyereke? Hülye gyerek, tudod ki a hülye gyerek? Én kihívtam volna a rendőrséget, hogy vigyék be. Most sokkoltassak őt. Mert hogyha én sokkoltatom, az 13.900 forint, hogyha a rendőrség viszi be, az 0 forint. És én meg akartam úszni 13.900 forintot, bevitték volna őt a sokkolóba. És vigyék be őt. Hát Dili Nohi, családgyerek. Ilyen, ha ma visszajönni, ma leharagudjatok ma. Hát úgy meg vagyok fázva. Adja a kesztyűmet, ha. És visszajön, ez aha, hászor kidobjuk, ez annyiszor visszajön. A tolvaj, a rabló. A doróka nekünk, olyan, mint doróka. 60-szor visszajön nekünk. Na, most ez most nagy dolog volt, eh? Most ez nagy dolog úgy volt. Úgy próbáld itt a rizsát szétszórni nekem, hogy én megvellek úgy, hogy a szívedre jön. Tedd be oda a kukába a rizsát. De nem! Mondom, tedd be oda, ha szétszórod itt a rizsát, én megetettem, veled fogom fölnyalapni. Tedd be oda a kukába a rizsát. Viszek haza belőle. Ne vigyél, tedd be a kukába. Tedd be a kukába. Én szerintem ők győző meg be, nem igazságosak velem. Én azt hittem, hogy igazságos testvérem van, igazságos sógorasszonyom van, nem. Ezt el kell, hogy mondjam, nem igazságosak velem. Te tolvaj! Te csirkefogó! Jó van! Te csirkefogó! Tudod, jó mi van. Vagy? Egy csirkefogó vagy! Egy csirkefogó, egy szégyentelen, és menj haza! És addig ide ne gyere, még fel nem hívlak, te szerencsétlen! Szóljál neki, Béa! Béa, most szóljál neki! Ne kommunikáljam ma vele! Hagyjad ma, húzd le ott a redőnyököt, tehát ránk veri az ablakot, na! Jó, most már ebből kezd elegem lenni, de komolyan! Na! Nagyon elegem van! Húzd le a redőnyt, ide van, ne is jöjjön! Nézd meg be, ki veri az ablakot! Úr Jézusom! Norman! De gyerekek, felnőtt létire! Verd be az ablakot! Te falondoróka! Verd be, ha! Verd be, te! Te flótás, te szerencsétlen!